Na hát, sziasztok! Üdvözöllek titeket! Itt vagyunk egy újabb videóban, és a mai nap csepeli hétezni fogunk. És hát, most megyünk a buszmegállóba, 673-as volánnal megyünk, vagy 676, amelyik hamarabb jön. Teljesen időben jár mindkettő, tehát a 676-os késik egy pár percet. De az a terv, hogy arra felszállunk, Csepelhév állomásnál ott van fél óra alatt, és csepeli hévezünk egy kicsit. Remélem M10-a lesz, vagy a 1144 kék sárga belsei, majd meglátjuk, mi lesz. És nagyon jó, hogy reggel megnéztem, hol a busz megálló, mert amúgy teljesen a másik irányba mentem volna, úgyhogy elbasztam volna az egészet, de most minden sinem van. Úgyhogy akkor majd a busz megállónál találkozunk. Na tehát, az ott szembe velünk a Hév felüljárója, és itt a körforgalom. És most amerre nézünk, én jobbra indultam el, mert az a neve a megállónak, hogy József Attila utca. És ugye a József Attila lakótelep az arra van. Az ott van a Hév állomás is, József Attila telep, a lakótelep is. Úgyhogy nekem teljesen az lett volna a logikus, hogy a busz megálló az itt van. Tehát, hogy arra fele. De nem. Képzeljétek, kiderült, hogy arra van. De olyan szinten, tehát, hogy arra már Szigetszent Miklós megálló van, erre van a József Attila lakótelep. Tehát ezen az utcán kurvára semmi köze nincs a József Attila telep Hév megállóhoz. Mert ugye az arra van. Hát, de ez van. Ezt kell szeretni. Úgyhogy akkor várjuk a buszt. Mindjárt odaérünk, innen már ilyen 5 percre van. Amúgy nincs közel, de nagyon jó, hogy ilyen neveket adnak a busz megállónak, hogy megtévesszék az embert. Följebb jöttem, de amúgy ott van a busz megálló. És ott megy a Hév. De nem tudom, látszik-e a felső vezeték. Ott megy a Hév. Itt van félúton Miklóson és József Attila telep között, úgyhogy kurvára semmi értelme, de ez van. Várjuk a buszt most már tényleg. Na, Ipi Apacs melyik jön? 676-os ért ide hamarabb. Pedig az ráckevé. Az igen. Akkor 676-os. Az szép. Itt vagyunk közben Csepelen, itt a 676-os, és hát M10-a. M10-a 960-61, hát pont a 61, ami itt volt Ráckevén tényleg. Ezzel utaztam, úgyhogy akkor legyen a 60-as, 960-as. Akkor borárosan
ezt el fogjuk engedni, és akkor egy másikat várunk. Itt van a módja telep. Most nem áll kint semmi. Nem is rossz ez a tűző. Jó hideg van itt. Akkor lassan indulunk Borárosra. Most nem jött be, ezzel van csatolva a 11.43, úgyhogy akkor ezzel jövök vissza. Azt a... itt van kék. Na, ezért megérte. Ezért már megérte lejönni. Thank you.
19-e. Na, itt vagyunk már Budáros téren. És akkor ezt elengedjük. És a következővel megyünk, ami gyönyörű 1144-es lesz. Ami a Ráckeveni járt. És ezt el akarom kapni. Úgyhogy 42-kor jön, úgyhogy itt várjuk. De meg kell nézni előbb, melyik vágányra jön. Itt a gépünk. Petőfi híd. Elsőre fog jönni ugyanígy. Na, elsőre fog jönni. Úgyhogy akkor itt jók vagyunk. Az első vágányom. Itt a gépünk. Ez volt itt Harasztén felújításon. Sőt, ami csatolva van, az meg előtte volt. Úgyhogy ezt a kettőt hálhatan újították föl. Milyen érdekes. Ez a pazar látvány. Na, itt a két gép egyben. 61. 60. 61 járt is hálhatan. 60 az csak felújítást kapott ott. 959. Itt a 959. Körkép. Közben amúgy itt a Duna. És ott a hévünk. Na, közben 3 perc, és jön a gyönyörű 1144-es, ami már elvileg tiszta szar, de reméljük még annyira nem. Ráckevein futott, utána a Szentendére szállították felújításra, és utána járt egy kicsit Szentendén, és megint el lett tűzve onnan, és most itt fut a Csepelin. Ilyen a boreros feeling. Faj. 3 perc, és jön. És 5 perc múlva indulunk, mármint érkezésen. Na, viszont azon már nem terveztem videózni, tehát csak így megmutatom belsejét. És el is köszönök majd Csepelen, ennyit akartam erre a videóra. Talán szerintem visszafele már úgyse érdekes. Jön a gyönyörűség. Ráckevein szolgált 4 évig. De fura itt látni. Térsz már vissza. Ebben üléseket is cseréltek, mert nagyon szép. Már ilyen koportabbak voltak. Ez egy 44-es. Aszta. Derék lett az már. Thank you.
De jó, gyors. Na, itt vagyunk Csepelen, 11:44, 11:07. El se hiszem. És hát, nagyon örülök, hogy nem voltam lusta ide eljönni, mert 11:44 az a H6-on utaztam utoljára, és már nagyon hiányzott. Úgyhogy nagyon jó kis utazás lett, rengeteg M10-re állott. Oda még felsétálhatunk. Úgyhogy nagyon szép, még annyira talán nem retkes, én egész szépnek láttam. Úgyhogy hát remélem nem marad itt sokáig Csepelen. Az a lámpa nélkül ott a 831-es. 833 meg 825 is ott állnak valahol. Nem tudom melyik. Sőt, ott bent is áll valami, csak nagyon remeg. Valami ott is áll bent, úgyhogy akkor 4M9-szel van leállítva. És itt a 11:08. Na, de akkor itt le is zárom most már a videót, így is bőlére eresztettem. A volán már úgyse érdekel senkit. Úgyhogy, ott van amúgy a víztorony. Úgyhogy akkor köszönöm, hogy velem tartottatok. Remélem nektek is tetszett ez a kis csepeli utazás. Én nagyon élveztem, hogy 11:44-jel nagyon jó volt. Most szerintem ott a busz megálló, valahol azt még megkeresem. De hát akkor ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk egy következő videóban. Addig is legyetek jók. Na, sziasztok!